Az észak-koreai propaganda felvételeken olyannak tűnik, mint aki most kapta meg a legjobb állást. Minden felvételen ragyog az örömtől, hogy láthatja ezt a gyönyörű országot, amit neki építettek a szülei. Ahol azért mindent neki kell kiigazítani. Fennyán új házait ő tervezi. Ő az úszómester a fiatalság számára. Ő kóstolja a rezsim kekszét is. De figyel az állami napos csibék fejlődésére, és még fodrászati tanácsokat is ad. Kimerítő napja végén pedig a fővárosi vidámpark új attrakciójára is jut ideje. Ezekből az abszurd, nevetséges vagy rémisztő képekből kell megismerni a fiatalembert, aki egy atomhatalmat irányít. Kim Jong-un nem ad riportot, ezért felkerestük azokat, akik legjobban ismerik őt, hogy megalkossuk az arcképét. Kim Jong-un, az utolsó vörös herceg. Utunk a svájci Alpokba vezet, Bernbe, Svájc fővárosába. Itt van az egyik legjelentősebb észak-koreai közösség külföldön. Zárt világban élnek, ám tevékenységük felkeltette az oknyomozó újságírók egyikének figyelmét. Az okok a történelemben keresendők. Svájc semleges ország. Genfben van az ENSZ és más szervezetek, melyek révén Észak-Korea képviselteti magát Svájcban. És persze adott a magánszféra tiszteletben tartása itt Svájcban. Sok híresség járatja a gyerekeit iskolába ide. Nyilván ezért neveltette Kim Jong-il is az övéit Svájcban. Ebben az alpesi országban őrzött iratban egy bizonyos Pak úr gyermekei számára kérvényez svájci vízumot és iskolai elhelyezést Bernbe 1992-ben. A vízumkérő lapon három gyerek neve szerepel, Chol, Un és Miang. A nevek picit torzítottak, a születési dátumok stimmelnek. Pak úr kérvényén valójában Kim Jong-il a diktátor gyerekei vannak. A hatóságok tudtak róluk, azt is, hogy kik valójában. De a svájci szervek számára ez nem okozott problémát. Sőt, még némi lehetőséget is hordozott magában. Miért? Ez egy kapcsolat volt a teljesen elszigetelődött országgal. A furcsa család itt lakik egy évig a követségen, Bern diplomata negyedében. A nagyobbik fiú Chol a közelbe jár egy nemzetközi iskolába diplomaták és üzletemberek csemetéivel. Öccse Un egy másik városi nyilvános iskolában tanul. Osztálytársaival németül beszél. Az első nehéz időszak alatt verekedős, magának való kép alakult ki róla. Majd sikerült néhány svájci barátra szert tennie. A fiú iskolai teljesítménye nem volt rossz, néha közepesnek, néha jónak mondható volt. A sport volt az erőssége. Nagyon vonzotta a kosárlabda. Szenvedélyesen szerette, és volt is tehetsége hozzá. A család ekkor egy teljesen átlagos lakásba költözött a közelben, ahová nem sikerült bejutnunk. De egy ingatlanos lapon fent vannak a képek.
Egy teljesen átlagos családi otthon. Ezen a környéken a gyerekek szabadabban élhetnek. Az iskolában órákat kapnak időnként a svájci demokráciáról, sőt, meglátogatják a svájci parlamentet is. Lassanként lettek jó barátai is. Akadtak olyanok, akiket elhívott magukhoz gameboyozni. Tudjuk azt is, hogy Kim Jong-un sokszor kosarazott a barátaival. Nem feltétlenül osztálytársakkal, hanem a környékbeliekkel. Szinte minden este. És azt mondják, jó játékos volt, mint általában a hasonló korú gyerekek. A fiatal Park Hoon és Kim Jong-un képei nem hasonlítanak. Hogy bizonyosodhatunk meg, hogy ez ugyanaz az ember, aki fiatalságát Svájcban töltötte? Bűnügyi szakértők összevetették a két képet. Az arc arányait, a fülek elhelyezkedését, a fogakat, és nem maradt kételj. A biztonságiak még egy bizonyítékot találtak. Egy gyanús, Ko Jung-hee nevű észak-koreai nőt figyelt meg a rendőrség, aki mindig magángépen érkezett. A svájciak ékszercsempészetre gyanakodtak, ám a valóság egészen más volt. A nő megérkezett, és 3-4 hónapig itt maradt. Ez alatt itt is lakott. De rendszeresen tartott bevásárlókörutakat a híres európai fővárosokba. És voltak nagy családi rendezvények, összejövetelek is. Tudunk például egy családi találkozóról, amit Interlakenben tartottak. A szálló egy részét kibérelte a család. A 90-es években Kim Jong-il magánélete államtitok volt. Senki nem tudott arról, hogy legalább 3 szeretője és 4 gyereke volt. Egészségének megromlása ezért nyugtalanságot váltott ki a szomszédországokban. Tartottak a krízistől, ha váratlanul elhunyna a diktátor. A Kim család ugyanakkor már csendben elrendezte a dolgokat. Az első szülött Kim Jong nem tűnik a logikus örökösnek a konfuciánus rendben, ahogy Kim Jong-il örökölte apja hatalmát. De Kim Jong nem hibákat követel, például Tokióban letartóztatták hamis útlevél birtoklásáért, amikor épp Disneylandbe látogatott családjával. A második fiú, a Svájcban nevelkedett Kim Jong-sol, apja szerint túl finom, sőt, nőies karakter. Kim Jong-un bár a legfiatalabb, de ő a fia Kim Jong-il nagyszerelmének, Ko Jung-hee-nek, az egykori táncosnőnek, aki fontos szerepet játszott a kulisszák mögött. Ko Jung-hee sokat tett azért, hogy a fia kerüljön hatalomra. Kim Jong-nam, a legidősebb fiú, eleve fontos szerepet kapott az államszervezetben. Ő lett az informatikai részleg egyik legnagyobb vezetője. A telekommunikációért ő volt felelős, de mivel Kim Jong-un került hatalomra, Kim Jong-nam szorult helyzetbe került, nem térhet haza Észak-Koreába. December 17, 2011. Észak-Korea gyászban van. Néhány nappal korábban elhunyt Kim Jong-il, a 21. század napfénye. Ez a néhány nap elég a temetés megrendezésére. És az alig egy éve a koreai nép és a világ nyilvánossága elé léptetett legfiatalabb fiú felemelésére. Kim Jong-il Észak-Korea valódi vezetője volt. Jóval hatalomra lépése előtt jelentős pozíciókat kapott.
Legalább 10 éve dolgozott már a hatalomban. Ám ez az eset nagyon hirtelen jött. Beindult a propaganda, kitaláltak egy nem létező mítoszt, miszerint Kim Jong-un már hosszú ideje készülődött a háttérben, ami persze nem volt igaz. Csak az apa első infarktusánál kezdtek gondolkodni, de annak hirtelen halála mindent átírt. Szerintem ez a fiatalember még nem érett meg a feladatra. Valószínűleg létezett egy terv a kinevelésére, de ahhoz hiányzott még 5-10 év. Jól látszik a temetési képeken, ahogy áll, ahogy viselkedik, hogy csokkos állapotban van, és hogy nem volt kész arra, hogy átvegye a hatalmat. És a gondok el is kezdődtek Kim Jong-un számára. Az öreg tábornokok a koporsó körül milyen szemmel nézik az új jövevényt? Kim Il-sung, az ország alapítója, a japán elleni háború gerilla harcaiban vívta ki magának az elismerést. Kim Jong-il a másodhegedű szerepét játszotta 15 éven át, és 50 éves kora után került hatalomra. Kim Jong-un pedig 26 éves. Tapasztalata, tekintélye nulla. Hatalma megszilárdításáért óriási tisztogatásba kezd. Új generációt emel a hatalom csúcsára. Kim Jong-un azokkal kényszerül kiépíteni rendszerét, akik gyerekként átélték a nagy éhínséget. A vezető és az elit közt most nehezebb lesz a viszony, mint a két előző generáció alatt. Félő, hogy túl nagyra nő a szervezet, és végül az egyéni érdekek és a félelem fogják alakítani a hatalom szerkezetét. Nézzék, biztosan voltak már belső feszültségek. Az egyértelmű, amint Kim Jong-un hatalomra került, megpróbálta újraosztani azokat a feladatokat és azt az uralmat, amit az apja korábban a katonák kezébe adott. Ők voltak a legfontosabbak nála. Kim Jong-un a hatalmat a párt felé irányítja. Legalábbis egyensúlyozni próbál a párt és a hadsereg között. Az apja sírjánál álló generálisok mára mind eltűntek. Már egy sincs sehol. Nyilván eltüntetett egy egész csapatot, hogy egy újat tegyen a helyére. A tisztogatás legmarkánsabb áldozata épp mögötte látható a temetésen. Jang Sang-taek a nagybátyja, Kim Jong-il húgának férje. Házassága révén a 70-es évek óta a hatalom felső körében élt. Testvérei fontos tábornokok mind. Ő maga is kulcsfontosságú szerepet kapott a hadsereg irányításában. Amikor Kim Jong-il gyengélkedni kezdett, még az ő neve is felmerült az utódlásnál, akármint régens a fiatal fiú oldalán. 2 évvel kinevezése után Kim Jong-un ráun erre a gyámságra, és kivégezteti nagybátyját és annak legtöbb rokonát. Jang Sang-taek nagyon tehetséges munkatársam volt. Volt humorérzéke. Az alárendeltjeivel kedves volt. Jól bánt velünk, és nagyon jól végezte a dolgát. Tény, hogy minket, akik Észak-Koreával foglalkozunk, nagyon meglepett letartóztatásának és kivégzésének a híre. De azt gondolom, hogy a legmeglepőbb az a dokumentum, amivel magyarázták ezt a fordulatot. Régen az ilyen dolgok körül nem csaptak zajt Észak-Koreában. Autóbalesetről beszéltek, betegségről, nem kezdtek magyarázkodni. De ez esetben publikáltak egy nagyon kerek indoklást, ami rávilágít Észak-Korea sebezhetőségére.
A vádirat szerint Jang Sang-taek a rendszer megdöntésére készült. Bűnét nyilvánosan is beismerte egy vezetőségi bizottság előtt. Hozzáteszik még, hogy csalta feleségét és hogy korrumpálódott. A fiatal lányok iránti érzelmeiről szóló pletykák hivatalos sajtóhírek lettek. Jang Sang-taek nyilvános kivégzése sokat ártott a rezsimnek. Észak-Korea nagyon konfuciánus ország. Nagy tisztelet övezi az időseket, főleg a családban. Megölni a saját nagybátyádat, ez nem fogja megszilárdítani a lojalitást a hatalommal szemben. Sőt, alássa azt. És ha az elit nem tiszteli a vezért, el fog fordulni tőle. Hatalmának megszilárdításához Kim Jong-un terrorral távolította el a régi nomenklatúrát. Majd lassan minden kulcspozícióba a hívei köréből választott embereket ültetett. Azt gondolom, hogy Kim Jong-un nem egy báb, ő egy egyszemélyes kézi irányítású vezető. A rendszer egyetlen vezérről szól, tehát a túléléshez mindenkinek hűséget kell mutatnia a vezér felé. Húsz millió koreai él Szöulban, a déli ország fővárosában. Akik sokkal inkább a saját sikerükkel, mint Kim Jong-unnal vannak elfoglalva. Ha jól megnézzük, a háború mégis látható mindenhol. Katonákkal megerősített metropolisz és bevehetetlen erőd. Gigantikus föld alatti hálózat, mely óvóhely az északi támadás esetére. De már tudomást sem vesznek a kihelyezett gázmaszkokról, vagy az egyre fogyatkozó számú túlélő csomagokról. Nem félek a háborútól, már leszolgáltam az időmet. Viszont a nukleáris fegyverük azért nagyon idegesít. Nem értem, minek fejlesztik a nukleáris fegyvereket. Zsarolni akar? Vagy fenyeget minket? Valamit akar tőlünk? Vagy csak a személyes presztízsért? Igazából nem félek a háborútól. Ez a fenyegetés a nukleáris fegyverrel szerintem az egyetlen esélyük a túlélésre. Innen 30 kilométerre húzódik az észak-koreai határ. Egy áthatolhatatlan, 2 kilométer széles demilitarizált zóna, mindkét oldalán katonák százezreivel. Szöul egy ágyúgolyónyira fekszik. A déli katonák látják az északi lakosokat. Apjával ellentétben Kim Jong-un személyesen ellenőrzi a Szöulhoz legközelebbi őrhelyeket. Az a nagy különbség ebben az új érában, hogy Kim Jong-un sokkal agresszívabb, mint az apja volt. Ez különösen a katonai politikáján érzékelhető. Minden publikus, nem palástol semmit. Nagy hangsúlyt kap minden konfrontáció Dél-Koreával. A hadserege egyre támadóbb jellegű. Jól látni ezt minden hadgyakorlaton és szimulációs gyakorlaton, amit az észak-koreai hadsereg tart. Kim Jong-un legelső propaganda szereplésére egy évvel apja halála előtt került sor. 4 csillagos generálissá nevezték ki. A hatalom közepébe került. Mert ebben az országban a hatalom a hadsereg.
Azt hiszem, végigcsinált egy 6 hónapos katonai kiképzést, majd kinevezéseket kapott, és tudjuk, milyen jól szokták ott kitalálni a mítoszokat, miszerint ő szabadított fel harcban egy szigetet, vagy legyőzött egy dél-koreai hadihajót. De nem hinném, hogy lenne hiteles katonai tudása, pusztán egy mítoszgyár áll mögötte. A népi gyűlésen neki adományozták ezt a 4 csillagos titulust. Ez az utódláshoz kellett, de semmi tapasztalat nem áll mögötte. A propaganda szerint tüzérségi szakember. Így építik fel a nagy harcos katona legendáját. De meg vagyok győződve, hogy az igazi észak-koreai katonák nem örülnek annak, hogy ez a sosem volt katona egyből 4 csillagos tábornoki rangot kap, és úgy kezelik, mint az ország egyik legnagyobb hősét, holott nem tud semmit. Az észak-koreai hadsereg 1 millió tényleges és 6 millió tartalékos katonából áll. Az ő morájuk fenntartása a vezér szívügye. Ám a szovjet időkből származó tankok ezrei és több száz repülőgép nem áll az ellenség gépeivel egy szinten. Pyongyang és Szöul között 140 kilométer a távolság, de a határ és Szöul között csak 30. A demilitarizált zónából egészen egyszerű fegyverekkel is óriási pusztítást lehet véghez vinni. Emberekkel, rakétakilövőkkel 90 perc alatt kész a katasztrófa. Hajlamosak vagyunk ezt egy hagyományos katonai helyzetként nézni, de figyelembe kell venni az aszimmetrikus elemeket is. Mert léteznek ilyenek is. Például a tömegpusztító fegyverek. Nem csak a nukleáris fegyverek, hanem a biológiaiak is, a kémiaiak is. Tehát úgy vélem, ez a kormány rengeteget költött katonai erejére, de nem tisztán a fogalom szimmetrikus elemeit illetően. És borzasztó sok minden előfordulhat, ami nem megnyugtató. Van miért aggódnunk az észak-koreai helyzet miatt. A 9. nukleáris hatalom. Feltételezzük, hogy 6-12 nukleáris bombájuk lehet. Sőt, talán több is, és fejlesztik a programjukat. Van urándúsítójuk is az újabb töltetekhez. Vannak rakétakilövő rendszereik. Vannak SCAD rakétáik. Egy szilárd anyag meghajtású interkontinentális ballisztikus rakéta, a KN-08 fejlesztésén dolgoznak. Észak-Korea nukleáris programját ezen fegyverek eladásával is igyekszik tovább folytatni. Kim Jong-il nagy projektje volt ez a nukleáris program. Fia folytatni, sőt, továbbfejleszteni kívánta a tervet. Ha már a hagyományos fegyvernemekben nem képes lépést tartani az ellenséggel, az atomfegyver kifejlesztése lett a cél. Minden nemzetközi tiltakozás dacára hatalmas erőkkel fogtak a feladathoz. Pyongyang szerint az atombomba a garancia a fennmaradásukhoz. Ez az egyetlen fegyver, amely távol képes tartani a nagy ellenséget, az imperialista Amerikát, akikkel az 50-es években vívtak háborút. Washingtonban értik a kis ország és a szuperhatalom közti sajátos viszonyt. A koreai háború emlékműve a Fehér Ház szomszédságában áll.
Az 1953-as tűzszünet óta folyamatos az amerikai jelenlét a demilitarizált övezetben, 30 ezer katona állomásozik itt. Folyamatosan számítani kell krízishelyzetekre és válaszlépésekre. Fennyán ezt az erődemonstrációt állandó fenyegetésként éli meg. A Ceausescu-féle bukástól rettegnek, a Kaddafi-Saddam-szerű bukásoktól. Akik nem rendelkeztek atomfegyverrel, nem tudtak megegyezni az Egyesült Államokkal, vagy maga a nép lázadt fel, mint Ceausescu esetében. Nem akarják így végezni, és ha Dél-Koreára néznek, látják, hogy nincs remény. A déli ország létező demokrácia, ahol már ítéltek el és börtönöztek be volt elnököket. Képzelhetjük, milyen megtorlásra számíthatnának a tengernyi atrocitás után, amit a népükre mértek. Észak-Korea célja, hogy senkinek ne jusson eszébe megtámadni az országot. Ez egy dolog, de a média már is megkérdezi, vajon a rakétáik elérhetik-e Alaszkát, Kaliforniát, vagy más területeket. Az az igazság, hogy Észak-Korea ma a világon bárhová eljuttathatja tömegpusztító fegyvereit, kiterjedt kereskedelmi hálózata, fejlett szállítási infrastruktúrája felhasználásával. Észak-Korea már ma is akárhová szállíthat pusztító arzenáljából. Az ország tehát egy nukleáris fenyegetés. Azonban informatikai támadósejteket is kifejlesztettek, nem is akármilyeneket. Képesek voltak megtámadni a dél-koreai gazdasági vezetést és a Sony film részlegét, amikor megjelent egy Kim Jong-unt nyíltan karikírozó film. Mindazok, akik Észak-Koreával dolgozunk, nagyra becsüljük a képességeiket. De akik sosem jártak még ott, így beszélnek. Micsoda ország, nem képes enni adni a népének, meg hogy szegények, stb. Stb. A gazdasági mutatók gyengék, a közellátási rendszer nem működik. Ha összevetjük a déllel, ég és föld, Dél-Korea egy modern ország, jelentős egyszemélyre eső GDP-vel. Észak-Korea a 60-as években ragadt, és folyamatosan tovább süllyed. Ugyanakkor mégsem becsülhetjük le a képességeiket. Amint meg kell oldaniuk valamilyen feladatot, hihetetlen tudásról tesznek tanúbizonyságot. A nukleáris szektorban nagyon jók. Sokan mondták, hogy nem lesznek képesek urániumot dúsítani centrifugában, mert az nagyon bonyolult. Tessék, sikerült nekik. És megcsinálták a rakéta kilövő rendszerüket is. A kibernetikai szaktudásukról is sokat hallani. Ha rákoncentrálnak valamire, azt meg fogják csinálni, pedig alig van internet. Elég az a néhány legfontosabb szerszám, azok az emberek, akik tudják az alapvető technológiákat, és szép eredményeket érnek el. Én nagyra tartom az észak-koreaiakat, ahogy képesek a szorgalmukkal megoldani az adódó új, bonyolult feladatokat. Amire rájöttek az észak-koreai vezetők, az az, hogy ha csak egy kicsit is engednének a tárgyalási pozíciójukból, akkor úgy kezelnék őket, mint a történelem kidobott bútordarabjait. Egyszerűen lesöpörnék őket. Nincs is miért odafigyelni rájuk egyébként. Mindent meg is tesznek, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy egyáltalán rajta legyenek a térképen. Ce qu'on montre habituellement. Favorite thing where we show
Meg akarják mutatni, hogy ez egy aktív ország, és nem egy 24 milliós katasztrófa. Hogy ők továbbra is Észak-Kelet-Ázsia egyre dinamikusabb térsége. Ez egy nagy feladat, és ki tudja, sikerül-e nekik. Hatalma megtartásáért Kim Jong-un most már két táblán játszik. A hadsereg és az elnyomó gépezet ebből csak az egyik. A fiatal vezér újabban nyíltan beszél a szegénységről. Kijelentette, hogy addig nem alhat nyugton, amíg honfitársai nem élnek elfogadható színvonalon. Fiatalkora óta egy japán szakács szolgálja. Őt még apjától örökölte. A séf szinte pajtása volt. Most ő idézi fel a leendő diktátor éjjeli beszélgetéseit. Emlékszem, egyik este 23 óra 10 körül kezdtünk beszélgetni. Amikor befejeztük, ránéztem az órámra, hajnali 5 óra volt. Nagyon sok minden szóba került. Azt mondta, voltam Európában, Ázsiában, Japánban többször is. Mindenhol tele voltak az élelmiszeráruházak, de a hazámban nincs semmi. Tenni kellene valamit. Aztán azt mondta, szerintem Kína politikáját kéne követni. Ezt hallva megértettem, hogy ő ezt a reform és liberalizációs vonalat akarja követni. Kim Jong-un minden nap feltűnik a képernyőn, mint az észak-koreai gazdaság és mezőgazdaság újjászületésének nagymágusa. Az első eredmények szerények, de úgy tűnik, végleg túl vannak a 90-es évek nagy éhínségén, amelyben a lakosság 10%-a elpusztult. Én azt hittem az első beszédekor 2012. áprilisában, hogy tudatni akarja a népével és a világgal, hogy most egy egészen új Észak-Korea kezdődik. Hogy a múltból most már sok minden végképp lezárult. Néphadseregünk kötelessége, hogy továbbra is a nagyvezér szavait követve szolgálja a népet. Néphadseregünk tisztjei és katonái a népért több áldozatot hoznak, mint saját családjukért. Népünk a világ legjobb népe, minden kemény akadályt leküzdve, hűségesen kitartott a párt mellett. Többet nem szabad megszorítaniuk a nadrágszíjat. A szocializmus eredményei meg kell illessék őket. Ez pártunk eltökélt szándéka. A jövőre összpontosít. Vajon képes lesz-e felépíteni azt a Koreát, amiről álmodott? Egy virágzó országot, amelyik képes megállni helyét Dél-Koreával szemben, sőt, ha kell, fel is vegye vele a harcot, még akkor is, ha sosem érheti utol. És lesz-e olyan erős hadserege, hogy komolyan vegyék? Az észak-koreaiak már nem élnek abban a mély szegénységben, mint korábban. Ma már korrektnek mondhatóak a körülmények. Csak nagy a különbség a gazdagok és a szegények között, de nincs az a nagy nyomor. Önöknél az éhező észak-koreaiakról mutogatnak képeket, csak hogy ennek 10-15 éve vége. Erről már szó sincs. Jelen pillanatban Észak-Korea belsőleg megmozdult. Az országban hihetetlen változások zajlanak.
Kim Jong-un példátlan számban küld embereket külföldre, közgazdaságot, nemzetközi kereskedelmet, tervgazdaságból a piacgazdaságra való átállás mikéntjét tanulmányozni. Figyelemre méltó, hogy ez bekövetkezett. Az észak-koreaiak Szingapúrba mehetnek üzletet tanulni, mennek Hongkongba, Vietnámba. Most már vannak észak-koreaiak Kanadában is, hogy nemzetközi kereskedelmet tanuljanak. Egyidejűleg külföldiek, például szingapúriak mennek Észak-Koreába tanítani üzleti ismereteket. Ez egy új időszámítás, egy új világ, és most még lehetetlen megmondani, mi fog történni még, és mik lesznek a következmények. Amit elbeszélésekből tudunk, olyanoktól, akik nem csak Fennyánban, hanem vidéken is jártak, történtek fejlesztések. Lakások, infrastruktúra, élelmiszer. A falvakban reformokat vezettek be, hogy javítsák a termelést. De még semmi sem végleges. És akiknek ezek a változások köszönhetőek az országban, valószínűleg félhetnek, mert egyáltalán nem biztos, hogy a reformok szele felülről érkezik. De előrelépés történt. Új gazdaság a hidegháborúban kiépült politikai rendszeren, mint Deng Xiaoping, amikor beengedte Kínába a piacgazdaság szereplőit. Ám a lakosság pszichológiai kontroll alatt tartása még mindig egy zárt szektára emlékeztet. Maradhat ez így egy ilyen nyitás kezdetén? Bizonyos beruházásokhoz gond nélkül kapnak külföldi tőkét. Például a Kumgang-hegynél vagy a Kaesongi északdéli ipari beruházáshoz. Persze piaci nyitás felé mutató vállalkozás kell, hogy legyen. Mindez össztársadalmi érdek, de azért fenyegetés is a politikai kontroll szempontjából. Láttunk ilyet már Ázsiában. Ha fejlődik a gazdaság, megjelenik a középosztály, és ők több politikai szabadságot fognak kérni. Ez történt Tajvanon vagy Dél-Koreában. Ez történt szerte Ázsiában. Én azt hiszem, hogy ettől nagyon félnek. Úgyhogy semmiképpen sem fognak nagy lépésekkel haladni a gazdaságban. Hiába tanult ez a fiatalember Svájcban, hiába járt nyugati iskolába. Sőt, éppen ezért tudja jól, mekkora veszély ez a nagy nyitás. Kim Jong-un számára ez létkérdés. Az apja ideje alatti nyomor után most reményt kell adni az észak-koreaiaknak. Mosolygós fellépései, a pocak, mint Kim Il-sung imázsát hozzák vissza, akire egyre jobban hasonlít is. Észak-Koreában mindenki, még a gyerekek is imádják Kim Il-sungot. Ő a nagy vezér. Az ő idejében jól éltünk, nem éheztünk. Kim Jong-il alatt uralkodott el itt a nyomor. Kim Jong-un csak egyszerűen azt mutatja, hogy ő nem olyan, mint az apja, hanem olyan, mint a nagyapja, akit mindenki szeret. Ezért utánozza a nagyapját. A nagypapa Kim Il-sung, Észak-Korea ünnepelt megalapítója, még mindig az ország örökös elnöke. Uralma idején Észak-Korea a Szovjetunió feltétlen támogatásával gyorsabban fejlődött, mint déli szomszédja. A keleti blokk összeomlásával Fennyán erősen megbillent. A gazdaság összekuszálódott, majd beköszöntött a nagy éhínség Kim Jong-il idejében. A mesés múltat idézi Kim Jong-un nagyapjára emlékeztető stílusa.
Ő a híd az úgynevezett dicsőséges múlt és az új, a külföldön közgazdaságot tanuló ifjúság között. Az új generáció oldottabban fogadja új vezérét, akihez hozzátartozik a kosárlabda, a Vidám Park, aki mindig szívesen vegyül el népével a propaganda kamerái előtt, míg apja, Kim Jong-il, ilyen helyzetekben szemmel láthatóan kínosan érezte magát. Óriási erővel szugerálják, hogy ő más, mint az apja. Hogy nyíltabb, legalábbis látszólag. Közvetlenebb a kapcsolata az emberekkel. Van egy történet, ami nagyon tetszik, sőt, van több is. Az egyik akkor történt, amikor egy új lakótelepre látogatott. Bemutatták egy fiatal párnak. Ő leült hozzájuk, töltött nekik, mellette pedig ott a felesége, mint bármelyik más koreai anyuka. Kim Jong-ilt el sem tudom képzelni ebben a helyzetben, Kim Il-sungot viszont igen. Egy másik alkalommal Kim Jong-un egy női katonai alakulathoz látogatott el. Búcsúzáskor nem közös fotó készült a csoporttal, hanem ő megállt, és minden katonalány egyenként odaszaladt hozzá fényképezkedni, mint valami rockstárral. Én szavakat sem találtam a dologra. Ilyen korábban nem fordulhatott elő. Ami szintén soha nem fordult elő, hogy hallani lehessen a vezér hangját. Kim Jong-ilről csak képeket vagy néma filmfelvételeket sugároztak az ő ideje alatt. Beszédét nem adták soha. Kim Jong-il nem tudott beszélni, dadogott. Képtelen volt nyilvánosság előtt megszólalni. Én hallottam a hangját egyszer. Ajtón keresztül a vezérkarnak tartott eligazítást. Dadogott, összeakadt a nyelve. Kim Jong-un viszont tud beszélni. Ráadásul úgy, ahogy a nagyapja. Utánozza a hangszínét. Még azt is mondták eleinte, hogy Kim Il-sung feltámadt. Szinte színészi teljesítmény, ahogy megidézi a nagyapját. Nukleáris erőnk a biztosítéka a nemzeti szuverenitásunknak. Így építhetjük a békét, a gazdagságot, az erőnket és népünk boldogságát. Először is van egy generációs különbség. Úgy látom, hogy Kim Jong-un stílusa más, mint az apjáé volt. Kim Jong-un külföldön tanult, ezért ő jobban megfelel a nemzetközi kritériumoknak. Ő normálisabbnak tűnik, mint Kim Jong-il, aki túl sokszor nősült, és sosem mutatta meg családját és a fiait. Kim Jong-un nem lesz olyan, mint az apja. Azt gondolom, hogy egy viszonylag normális elnök látszatát próbálja kelteni. De hogy is lehet normális valaki ilyen családi előzményekkel? Kim Jong-un viszonylagos átláthatóságot választott privát életét illetően. A nyilvánosság előtt a feleségével jelenik meg, aki elkíséri vidéki útjaira. Megjelenése tökéletes. Néha drága kiegészítőket enged meg magának. Észak-Koreának először van First Lady-je, aki a modernség és a másság szimbóluma is.
Kim Jong-il viszont sok szeretőt tartott titokban. Legfőképp a rezsim hivatalos művészei közül válogatott magának. Ez a társulat a vezér háremének számított. Kim Jong-un anyja is innen került ki, épp úgy, mint a felesége. Kamaszkora vége felé kezdett válogatni magának az új diktátor. Senki se tiltotta, hogy lányokkal járjon. De őt ez nem érdekelte. Csak a kosárlabda, a sport izgatta. Még egy nap megtört a jég. Az örömbrigád tagjai között volt egy nagy mellű lány. Kim Jong-un magához intett, és azt mondta: Fujimoto, láttad ezeket a melleket? Nagyon megkönnyebbültem, mondtam is magamnak. Rendben van, fiú. Van egy másik nő, akit a rezsim rendszeresen előtérbe tol. Kim Jong-il temetésén tűnt fel az akkor még név nélküli gyászba öltözött nő az új diktátor mögött. Ő az elnök húga, Kim Yo-jong. Amikor játszott és összegyűrte a nadrágját, Kim Jong-un szólt neki mindig: vigyázz, vigyázz, és rendbeszedte a ruhát. Nagyon kényeztette, és még ma is kényezteti. Kim Jong-il is imádta az ő húgát, úgyhogy ugyanazt csinálja, mint az apja. Pontosan ugyanúgy. Érdekes ez a sok karakteres nő körülötte. Van egy kép, amint megnyit egy vidám parkot. A felesége megy mellette. Ott a nagynénje, Kim Jong-il húga, és apjának utolsó társa, aki egy temperamentumos nő volt. És még egy-két másik nő. Szóval nem egy patriarchális szisztéma szerintem. Meghallgatja a nőket is. Krízis esetén, egészségügyi okok miatt például, Kim Jong-un a húgának adná át a hatalmat. ...2014 végén néhány hónapra eltűnt a diktátor. A bokáját kellett megműteni. Meglepő nyíltsággal engedte tálalni a hivatalos médiában az eseményt. Látni, hogy sántít, hogy beteg. Ezzel a megdöbbentő kontraszttal a fabrikált élő isten képét szinte ő maga töri szét. Ezek a katonák valósággal magukon kívül fogadják a diktátor látogatását. Teljesen irracionális jelenet. Semmi különös nincs ezeken a képeken. Ez a normális. Észak-Koreában Kim Jong-un olyan, mint Jézus. Ha egy keresztény meglátná Jézust egy hajón, nem próbálná meg megközelíteni? Ugyanarról van szó. Ez az egész persze hiteltelen. A tobozokból gránátot készítő vezér, a hihetetlen sebességgel helyet változtató mágikus vezér, az időjárás is a vezértől függ. A dologban ő a bálvány. Ez komolytalan. De az agymosás veszélyes. Ha ismétlődően dalokkal, videókkal, megható történetekkel bombáznak, elkezdünk hinni nekik. Ez a tömegpszichózis. Oh!
Az észak-koreai televízióban még polgári pilótákat is tud képezni a diktátor. A montázs elég nevetséges szakértői szemmel, de ez a rezsim nyelvének megszokott eleme. Ezért felmerül egy kérdés. Vajon a főszereplő mennyire megy bele a játékba a felvételeken? A propaganda dicsőítő szólamai mennyire hatottak Kim Jong-un személyiségére? Ennek a nyílt fiatalembernek a mosolyában emberség van. Aztán eszünkbe jut, mit művelt a saját népével. Hogy lehetett ilyen brutális a nagybátyjával? Hogy lehet ezt a kettősséget megérteni? De épp ez az. Egy olyan vezetőről van szó, aki nem mindig racionális. Egyrésztről emberséget, bizonyos karizmát látni benne. Másik oldalon ott a brutalitás. Hogy lehet ez? A két Korea határán az őrtornyok turista látványosságok lettek. A dél-koreaiak vasárnaponként családostól jönnek ide a két ország közti szakadás nyomait nézni. Nem tudom. Nem sokat tudunk Kim Jong-unról. Csak amit a médiában lehet látni, hallani. De ahogy azt elnézem, szerintem nem fog sokáig hatalmon maradni. Németország újra egyesült. Kóra egy kicsi ország. És mégis szét vagyunk szakítva. Ahhoz, hogy sikeres ország legyünk, szerintem újra kell egyesülnünk. Kim Jong-un? Én tartok tőle, mert túl fiatal. Túl agresszív, és labilis még, mert fiatal. Szerintem nagyon veszélyes ember. Hajlandó vagyok fogadni 34 évi katonai szolgálatomra. Dél-Korea legyőzni Észak-Koreát. Ez véres lenne. Tragikus lenne. Dél-Koreát írtózatos pusztítások érnék, és az egész világot megrázná, minimum gazdaságilag, ha kitörne a háború. Van-e esély, hogy leomoljon a hidegháború utolsó határa? Sok koreai számára a kérdés elvont lett. A családi személyes kötelékek 60 év szétválás után gyakorlatilag megszűntek. És 60 éve tart a filmsorozat a Fennyani Kim családról, akik kezükben tartják a koreai félsziget jövőjének kulcsát. Narrátor Galbenisz Tomasz. Magyar szöveg Bardóczi Attila. Hangmérnök Babarczi Tamás. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. Produkciós vezető Valger Zsófia és Ullmann Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2016-ban.